Köszönöm minden kedves hallgatót, ez itt a Világnézet, és én Szabó József vagyok. Mai vendégünk Szász Péter, katolikus hitvédő, a Depozitum oldal főszerkesztője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm önt és a kedves hallgatókat is. Mielőtt rátérünk a mai adásunk témájára, arra kérnék minden kedves hallgatót, hogy iratkozzanak fel a Hit Rádió YouTube csatornájára, és ezzel segítsenek nekünk elérni a 100 000 feliratkozót. Ezek mellett nyomják be a csengőt, így értesülhetnek legfrissebb adásainkra. Most pedig vágjunk bele. Szájér ügy a NER sztárpapja körül címmel jelent meg a Válasz Online egyik cikke, ahol azt állítják, hogy Bese Gergő, a dunavecsei plébános melegpartikon vett részt. Mit tudunk erről, illetve mi a katolikus egyház eljárása, ha kiderül egy ilyen ügy az egyik plébánosáról? Vágjunk bele, mit tudunk erről az ügyről? Jó magam konkrétumokkal nem tudok szolgálni, annyit tudok, amit én is a hírekben olvastam ezzel kapcsolatban, hogy ezek megerősítést vagy megcáfolást nyernek, és milyen fokon, nem tudom. A adott hírforrásoknak, akiket ön is említett, az állítása az, hogy ezeket konkrétumokkal tudják alátámasztani. Tehát nyilván, hogyha most megtámadják az állításokat, hogy ez rossz hírbehozás, és sorolhatnám tovább az egyéb jogi szankciókkal ellátott ügyeket kimerítette, hogy így fogalmazza, kicsit pongyolám, akkor már ilyen ellen támadás nyilvánvalóan megtörtént volna, vagy ellenvetés, de nem ez történt, hanem a Kalocsa-Kecskeméti főegyház megyének az érseke, dr. Bábel Balázs azonnali hatállyal a mai napon felfüggesztette a papi tevékenység alól Bese Gergő atyát. Tehát ez lett a konkrét következménye. Az, hogy ez mikor történt az illető személlyel, megtörtént-e? Mikor történt? Rendszeres volt, vagy a papi szolgálata alatt történt? Régen, folyamatosan, vagy most? Erről a hírek sem szólnak, ez nyilván a későbbiek folyamán tisztázódni fog. Amikor kiderül egy ilyen ügy, akkor mi az eljárási rend? Ilyenkor mi történik? Ugye, ahogy említette, ha jól értem, akkor felmentették egyelőre a szolgálata alól. Mi következik? Felfüggesztették, bocsánat. Mi következik ezek után? Ezek után a felfüggesztés az gyakorlatilag annyit tesz még csak, hogy ő hivatalosan a klérusnak a tagja a római katolikus értelmezés szerint, jogértelmezés szerint, tehát az egyházmegye papságának a körébe tartozik, de súlyos esetekben úgynevezett laicizálás is megtörténhet. Mint ismeretes, hogy a római katolikus egyház világos különbséget tesz ugye a papság és a nép között, hasonló kicsit az ószövetségi zsidó felfogáshoz, ugye, hogy voltak eredendően ugye minden izraelita meghívott volt a papságra, bizonyos értelemben az általános papság igaz is rájuk, de sajátos történések folyamán, ugye a kivonálás során, ezt részletesen olvashatjuk Mózes második könyvében, illetve egyéb helyeken is a Szentírásban, a leviták törzse választatott ki, és azon belül is Áronnak a fiai. Tehát, hogy ilyen értelemben hasonló ehhez a példához a katolikus egyháznak is a felépítése. Na most ehhez kapcsolódóan mondhatjuk azt, hogy a klerikusi státuszból való elbocsátással a tanítói és a kormányzói hatalmát nemhogy nem gyakorolhatja törvényesen, hanem érvényesen sem. Nyilván ez nem érinti a papság eltörölhetetlen jegyének a részét, tehát ami a szentségi funkciót illeti, azt ugyan tudná végezni, de nem törvényesen ezek után is. Tehát, hogyha laicizálják, ez lesz a következő fokozata a büntetésnek, ami ebben az esetben véleményem szerint meg fog történni, tehát ennek a súlyossága kimeríti azt, tekintvén az atya ismertségére, közszereplő voltára. Ennek az eljárás rendje, ugye erre volt kíváncsi, nyilván ennek különböző jelleg van, alapvetően az egyes klerikusok felett egy egyházmegyének, tehát egy egyházi közigazgatási egységnek, amit egy püspök vezet, vagy a püspökkel legalább hasonló jogkörrel bíró ordinárius, tehát aki egy adott terület fölött a legfelsőbb egyházi joghatósággal bír, az köteles ebben az esetben eljárni, és ilyen esetekben természetesen azonnali felfüggesztéssel is élhet.
tehát hogy nem gyakorolhatja már a mai naptól fogva, nem, hogy a következő vasárnap bármilyen értelemben a papi funkciót, és ehhez kapcsolódóan ugye a reverenda viselési jog és minden egyéb elvetetik. Ebben a cikkben elég sok mindenre kitértek. Többek között volt egy olyan rész, és erre kíváncsi lennék a reakciójára, igen, hogy a közéletben bizonyos szereplők előbb tudhattak az magáról az ügyről, mint a katolikus egyháznak a vezetői is akár. Ez alapvetően egy, hát hogy fogalmazzam meg szépen, ez problémás dolog abból a szempontból, hogy ezt alapvetően van egy eljárási rend, ahogy ezt szokták intézni, vagy ez inkább annak köszönhető, hogy Bese Gergő nagyon sokat szerepelt a közéletbe, és emiatt lehetséges ez. Értem a kérdését. Világos, tehát nyilván az, hogy politikai oldalról történt ez a megkeresés, ennek az lett az oka, vagy ott ez nyilvánvalóbb lett bizonyos politikai körökben a cikk állítása szerint. Ez vélelmetetően az ő közszereplő jellegével, illetve ilyen kapcsolati hálójával függhet össze Bese Gergő esetében. Az egyház részéről úgy érzem súlyos mulasztás történt, ez a gyakorlati életét érinti az egyháznak. Sajnos írott malaszt maradt nagyon sok rendelkezés. Most menjek vissza csak a közelmúltig, úgy mondjam, vagy mondjuk nem azt mondom, hogy fél évszázadig, de említsük meg ezt a kérdést. Nem akarok a középkori instrukciókba ebbe belemenni, mert mondjuk az ilyen szerzetesek, illetve papok számára, például a trienti zsinat után a 1568-ban kiadott Horrendum Illux Scelus kezdetű enciklikájában Szent Ötödik Pius pápa nem csak azt írta elő, hogy a klerikusi státusztól megfosztanak, az egyházi javadalmatól elessenek, hanem a világi bíróságoknak kiszolgáltassák és konkretizálja, hogy akkor ezért egyébként vallás felekezettől függetlenül, hisz akkor nagy vallásháborúk dúltak Európában is a kereszténységen belül, általános volt ezzel kapcsolatban a halálbüntetés. Nyilván nem ide akarok vissza kanyarodni, vagy eddig visszamenni. Tehát amit én fontosnak tartok ezzel kapcsolatban, az, hogy a 21. században a nevelésügyi kongregáció, amiben ugye a szemináriumok, a papképző intézmények is benne vannak, kettő dokumentumot is kibocsátott ezzel kapcsolatban 2005-ben és 2008-ban. Az egyik ugye 2005-ben egy utasítás volt, tehát egy konkrét instrukció, hogy el kell járni a püspököknek és a szeminárium felelős vezetőinek a homoszexuális hajlamú személyek szemináriumi és szentrendi felvétele tekintetében a hivatások megkülönböztetésének kritériumairól. És végül 2008-ban pedig egy útmutatást adtak, hogy a pszichológia kísérleti lélektan használatával kapcsolatban a papjelöltek felvételén és képzésénél hogyan járjanak el. Röviden összefoglalva, ezek megtiltották az ilyen gyakorló személyek, vagy ilyen hajlamú személyeknek a szemináriumba való fölvételét és a papi rendre bocsátását. Egyébként ezt a klérus kongregáció már 23. János pápa által 1961-ben megfogalmazta, de csak általánosságban, hogy ilyen személyek nem vehetők föl papi és szerzetesi rendbe. Én azt tartom a gyakorlati kisiklás okának, hogy a homoszexualitás az bizonyos értelemben nagyon sok tekintetben, mondhatom így, egy hálózatként is fölfogható, hisz az ilyen személyek zsarolhatók ezzel. Egyébként ezzel a kommunisták is éltek például az egyházba való befolyás elérés tekintetében, illetve a befolyásolása tekintetében, ez a beépülés tekintetében. És például az amerikai botrányok is megmutatták, hogy például pedofil botrányok, hogy ezeknek a nagy része az pederaszta eset, tehát azonos nemű ekkel szemben elkövetett döntő többségében az abúzus. Ráadásul ez úgy történt, hogy a püspök, aki homoszexuális volt, már a felvételinél úgy szortírozta a felvevőket, hogy homoszexuálisok legyenek, illetve akik nem voltak ilyenek, volt, hogy ilyenekre kényszerítette az illető. És nyilván ezek megfelelő hálózatot képeznek. Hát azt kell mondanom, most már az egyháznak nagyon magas pozícióit elérték. Ugye egy ismert James Martin nevű amerikai jezsuita, akik már nyíltan a homoszexualitás
hagyományos megnevezésével és biblikus megnevezésével a szodómia elismertetésért küznek, illetve próbálnak ilyen, minden ilyen rendelkezést, így például ezeket a rendelkezéseket is érvényteleníteni, visszavonni, eltöröltetni, megsemmisíteni a katolikus egyházon belül. Magyarországon talán ennyire nem szokott ez téma lenni, vagy legalábbis hozzám nem jutnak el ezek az információk, de Magyarországon ez mekkora probléma így a katolikus egyházban, ha erről bármit is lehet tudni? Jó kérdés, most két példát tudok csak felhozni, hogy ugye két csontváz kiesett a szekrényből, az egyik ugye az említett Bese Gergő, másik egy korábbi ügy, ugye Hodász Andrásnak az ügye, és mind a kettő alapvetően ebben a kérdésben hagyományos módon nyilvánult meg. Mondjam úgy, a biblikus igazság, a bibliai igazság szempontjából nyilvánult meg, nem hogy önmagában, a katolikus egyház tanításával összhangban. Ez persze a kettő nem zárja ki egymást, tehát nem önmagában az a probléma, hogy valaki valamilyen bűnöket elkövet valamikor, és mondjuk ezzel szembehelyezkedik, vagy amit elkövet, ő azt önmagában bűnnek tartja. Itt a kérdés az, hogy ez mennyire huzamos, illetve hogy ebből ki tudott-e jönni, vagy milyen módon tudott kijönni. Én azt is egy problémának tartom ezzel kapcsolatban, hogy ez tisztán természetes lélektani, pszichológiai, vagy fiziológiai, orvostudományi kérdésként tekintik. Az egyház hagyományosan, és ebben felekezetektől függetlenül összhang volt 2000 éven át, egyértelműen démoni befolyásnak is tekintette ezt, és a kiélését mindenképpen. Nem véletlen, hogy maga a népek apostola, Szent Pál úgy tekint, úgy tanít az 1 Korintus 6:9-11-ben. Nem tudjátok, hogy a gonoszok nem öröklik az Istennek országát. Ne ámítsátok magatokat. Sem tisztátalan, sem bálványimádó, sem házasságtörő, sem fajtalankodó, sem férfi szeplősítő, sem tolvaj, sem kapzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem rabló nem örökli az Isten országát. Néhányan bizony ilyenek voltatok, de megtisztultatok, szentek lettetek, és megigazultatok Urunk Jézus Krisztus nevében, Istenünk lelke által. A Szentlélek, Szent Szellem, kinek hogy tetszik, által. Tehát önmagában a probléma gyökere szerintem az, hogy ezt a kérdést tisztán természettudományos, orvostudományi, lélektani kérdésként kezelik, pedig ennek mélyebb gyökere van véleményem szerint. Nem véletlenül az 5 égbe kiáltó bűn egyike ez, amit Isten közvetlenül torolt meg Szodoma és Gomorra esetében az Ószövetség idején, pontosabban hát úgy értve, hogy az ószövetségi könyvekben olvashatóan. Egy kicsit utolsó témánként még térjünk vissza magára az ügyre. Mi jön most ezek után? Kiderült ugye maga az esemény, vagy legalábbis, szóval mondjuk azt, hogy kiderült, akkor ha elindul ez a vizsgálat, ennek a vizsgálatnak milyen hosszú ideje lesz? Kiknek kell ebbe a döntést hozniuk? Szóval milyen lépések következnek most, és mikorra derül ki a valóság tartalma, vagy az, hogy a katolikus egyház mit döntött? A következő, amit tudok, az egyház nyilván az embereknek a személyiségére tekintettel is, arra tekintettel, hogy valakit ne vádoljanak ártatlanul. Nagyon sok esetben, például az Egyesült Államokban kiderült, hogy pénzügyi okok miatt vádoltak be igaztalanul pedofiliával papokat, és volt, akit öngyilkosságban is kergettek, és kiderült végül ugye a bíróság részéről, legalábbis bírósági szakaszban, hogy hamis volt az állítás, nem volt megalapozott, és be is ismerték, hogy csak vagy pénzügyi vonatkozások okán emeltek per. Nyilván itt a konkrét esetekről szólva az apostoli nuncius értesítette az érseket, tehát amikor ez a vélelmezem, én is mondom, ebből az írásokból derül ki, hogy az eljárás már megindult Bese Gergővel szemben. Vélelmezhetően volt meghallgatás is, de a hír kipattanása okán azonnali hatállyal rendelkezett a püspök, amihez neki apostoli joga van, tehát nem kell mondjuk egy külön eljárást lefolytatni, ha valami tárgyilag nyilvánvalóvá válik előtte, ő mint bírói jogkörre megbízott személy az Anyaszentegyházban megtehet egy ilyen lépést. Tehát nyilván, ha ezzel nem érte egyet Bese Gergő, akkor fellebbezhet. Van ugye az ő hatóságán, a Kalocsa-Kecskeméti
érseki hatóság fölött Magyarországon még egy szerv, a prímási szentszék, ugye a szentszék alatt kisbetűvel az egyházi bíróságot értem, ez egy kánonjogi fogalom a római katolikus egyházban, tehát a prímási szentszék, és végül ugye van a római bíróságok, tehát nyilván ő püspökével szemben perelhet, ha úgy gondolja, de nyilván itt olyan adatok jutottak az érsek birtokába, itt felvételekről is van szó, képfelvételekről és egyéb tanúbizonyságokról, amelyek egyértelművé tették az ügyet. És ennek megfelelően járt el a lehető leghamarabb, hogy papi tevékenységet, mint pap az egyház nevében ne végezzen ilyen személy. Utolsó kérdésem pedig arra vonatkozna, hogy ön szerint ennek lehet-e közéleti kihatása, akár a katolikus egyházra nézve, akár így a közbeszédre nézve? Hogy lehet-e? Már van. Tehát ez valóban egy olyan óriási botrány, de az a probléma ezzel kapcsolatban, hogy elvárják ezt az erkölcsi nívót az egyháztól, illetve hogy ezzel ellen lépjen föl, de ugyanakkor meg elvárják, hogy ne legyen úgymond homofób, tehát hogy a homoszexuálisokkal kapcsolatban ne tegyen meg olyan erkölcsi döntéseket, ne hozzon olyan erkölcsi parancsokat, amelyeket egyébként nincs joga megváltoztatni, mert ezt Isten jelentette ki. Szentírásban is világosan olvasható. Tehát ezt a pápának sincs joga felülírni. Tehát én érzek azért bizonyos politikai elők részéről egy kettős beszédet, vagy kettős mércét az ilyen ügyek esetében. Egyrésztről, másrésztről az egy jogos kívánalom lenne másik oldalról, hogy az egyes egyháziak ezeket az instrukciókat, amelyeket világosan kiadtak a megfelelő központi egyházi hatóságok Rómában tartsák meg. De látható ezekből a botrányokból, hogy nem tartják meg. Hát, ha nem tartják meg a törvényt, akkor ne csodálkozunk, hogy Isten keze rajtunk. Tehát ebből óriási morális vesztességet szenvedhet el a katolikus egyház Magyarországon. Bizalmi megrendülést, nem csak úgymond a katolikus egyházzal szemben kritikusak szemében, vagy közömbösek szemében, hanem a katolikus egyház tagjai, sőt buzgó hívő tagjai körében is. Szász Péternek, katolikus hitvédőnek, a Depozitum oldal főszerkesztőjének köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Szívesen máskor is. Isten áldja önöket. Kedves hallgatóinak pedig köszönjük a figyelmet, ez volt a Világnézet, a mikrofonnál Szabó Józsefet hallhatták. Viszont hallásra.